Ma Tamás a következő előadónk. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Annál is inkább, mert teljesen a szavainkra és a saját képünkre vagyunk hagyatkozva, én ugyanis nem csinálok prezentációt, nem is szeretek prezentációt csinálni, és ilyenkor nem is érzem, hogy ez aktuális volna. Inkább elmondom nektek, hogy ez a probléma, amit a cím magában rejt, ez hogyan jött elő. Tehát a cím ugye az, hogy a társadalmi tervezéstől a társadalmi innovációig két olyan kifejezés, amelyek közül az egyike, amelyik egyik sem mindennapi, de az egyiket azt talán jobban lehet már ismerni. A köznapi beszédben többször előfordul ez a bizonyos innováció, a tervezés kevésbé fordul elő, így hogy társadalmi tervezés, meg manapság egyáltalán nem aktuális. A társadalmi innovációról elég sokat beszélünk, és én szeretnék valami újat mondani, inkább csak emlékeztetem magunkat arra, hogy az innováció eredetileg egy gazdasági kifejezés, gazdaságban bukkant föl először, ez nem egészen igaz, de mondjuk úgy, ahogy manapság használjuk a gazdaságban bukkant föl, és ha a közgazdászok használják, úgyhogy társadalmi innováció, akkor az össze van kötve a gazdasági innovációval, különben azt jelenti, hogy nem elég az új terméket kitalálni, bevezetni, stb., hanem hát tudomásul kell venni, hogy azok, az innováció azokra is ki kell terjedjen, akik gyártják az új terméket, tervezik, sőt, talán arra a környezetre is, ahol az új termék megjelenik, sőt, még arra a környezetre is, ahol az új terméket termelik. Tehát, hogy ez egy ilyen általánosan mindent, sok mindent magába foglaló, a körülövelő fogalom, nem pusztán csak a gazdaság és a termelésnek a kérdés. Ez nem az a társadalmi innováció, amiről az a csoport beszél, amiről a szociológia beszél. A szociológia ugyanis a társadalmi innovációt két fogalommal, vagy két megközelítéssel jellemzi. Az egyik, hogy alulról jön, a másik, hogy újabb kezdeményez. És ez két nagyon fontos dolog, amelyek közül az, hogy valamit újat kezdeményez, az az innováció, megtalálható a gazdasági innovációban is, de az, hogy alulról jön, az körülbelül azt jelenti, hogy egy hatalmi, egy társadalmi és egy hatalmi hierarchia aljáról, vagy alulról, nem a hierarchia csúcsáról. A gazdasági innovációnak a felfogásával ezt a társadalomtudományi jellegű innovációt összehasonlítom, akkor a különbség pontosan az, amit most mondtam. Az egyik az innovációról úgy gondolkodik, hogy az felül van és megy lefele, és a termékekben és annak az eladásában, a reklámozásában, eladásában, javításában, fogyasztásában testesül meg. A másik felfogás pedig úgy gondolja, hogy valami, amit emberek, akik nem a hatalomban vannak, hanem valamilyen hatalom alján, hogy azok kezdeményezik. Most már így elég világos, hogy ha a szociológiai fogom fel a dolgot, akkor az egyik esetben felülről lefele mennek a dolgok, a másik esetben meg alulról fölfele. És itt most már érezhetjük talán, hogy a társadalmi innováció, a társadalmi kezdeményezés, a társadalmi újítások az sokkal dinamikusabb, úgy nem mondjam, forradalmi fogalom, mint a gazdasági innováció. Ám bár a közgazdászok pontosan elmondják, és ennek nagy irodalma van, hogy mekkora forradalmat képes egy innováció kiváltani a gazdaságban. De én nem értek hozzá, és ezzel nem is akarok. Ez tehát a társadalmi innováció. Van itt egy jelenség,
senki ne gondoljon valami különlegeset, de szinte, hogy így mondjam, naponta találkozunk ilyen innovációkkal. Újakkori kedvenc példám, ahogy egy vidéki városban, egy mellékutcában, amely kezdett zavaróan forgalmas lenni, meg akartak építeni egy fekvőrendőrt. Nem meséljük a története. Egyébként az társadalmi innováció és a társadalmi innováció kutatásnak az eleme a minden politika kutatásnak valójában, az eleme a sztori. A sztoriban lehet megragadni a mozgást, és a mozgásban azt a változást, átalakulást, ami egy társadalmi innovációval vele jár. Szóval itt van a fekvőrendőr esete, ha elmesélni mindenki számára világos volna, nagyon jó kis példa, és minden alkalommal, amikor arra megyünk ezen az utcán, ketten megyünk arra általában, feleségemmel együtt, mindig felfedezzük, hogy ez az innováció hogyan terjed, telegvélyesedik. Azt gondolják, hogy mi közünk hozzá, igaz is. Csak ugye a legközelebbi alkalommal, amikor zöppenünk egyet, az utcán, vagy utcesten, mert egy nagy lukot látunk, és senki nem nyúl oda, és senki nem veszi fel a telefont, és senki nem ír, akkor láthatjuk, hogy ha nincs kezdeményezés, akkor süllyed lefele egy közösség. Egy nagyobb közösség, kisebb közösség. Szóval a társadalmi innováció, ahogy egy szociológus értelmezi, az egy dinamikus fogalom. Még ráadásul olyan fontos fogalom, amely képes felborítani a közösség életét, vagy sikerül megújítani ezt az életét, vagy sikerül elrontani, de minden esetre láthatóvá teszi a közösség életerejét. És jól látható különbségeket okoz egymás mellett élő, egymástól jobban vagy kevésbé jól elszigetelt közösségek között. Ez nagyon szép. Ezt körülbelül 100-szor leírtuk, elmondtuk, megbeszéltünk. Ilyen-olyan helyeken megjelent a publikáció, mindenki tudja. De mi ez a társadalmi tervezés? Ugyan a tervezés, ami a tudatosság. Nem a véletlen, nem a váratlan, nem a hirtelen támadt ötlet, meg az erőteljesen belépő úgy kezdeményezés, hanem pont az ellenkezője. Az előrelátás, megfontolás, az erőforrások csoportosítása, az erők összefogása, és tovább, hogy ez a tervezés. Hogyan a társadalmi tervezés ehhez? Egyáltalán hogyan a társadalmi a tervezéshez? Hát ehhez azért érteni kell egy kicsit, és egy picivel többet fogok mondani róla, hogy ez a társadalmi eltervezés fogalom, ugye a kelet-közép-európai országokban, tőlektől nálunk és tőlünk délre, Jugoszláviában hogyan merült föl. Ehhez tudni kell, hogy a szocialista gazdálkodás az alapvetően tervgazdálkodás volt. És a tervgazdálkodás az azt jelentette, hogy volt egy tervhivatal, hasonló néven szerepelt általában, a tervhivatal nem volt messze, fizikailag sem, a párt központtól, és a minisztertanácstól, és nagyságrendileg hatalmilag a pártközponthoz kapcsolódott, annak, hogy így mondjam, a kinyújtott karja volt, a minisztériumok pedig a tervgazdasági befolyás alatt álltak, így vagy úgy. Ezt nem akarnám most részletezni. Nálunk Magyarországon persze Budapesten volt, persze Pesten és nem Budán, és a Magyar Tudományos Akadémia épülete mellett közvetlenül, amíg én a tervhivatalt ismertem, azon a kétszer, két külön épületet, tehát még egy épületet fel, egyszer volt egy épületet, amit felépítettek, meg a helyén lerombolták a
mostra maradt az épületet, és aztán azt az épületet nem találták megfelelőnek, és akkor a helyet egy újabbat. Tehát, szóval ez egy nagyon komoly hely volt, ezt akarom ezzel mondani, és bizony a bejáratában, bejáratánál, igaz, hogy behúzódva a kapu alá, hogy az utca népenzért ne vegye észre, de ott álltak a először még lehetettem oda járni a uniformisban lévőt, és a később a uniformis levette, ott álltak a kapuőrök, és csak azt megvették be, aki be volt hívva, és illetékes volt. Szóval a telfivatal, ez egy nagyon fontos és nagyon nagyhatalmú hivatal volt, amelynek az feladata elsősorban az erőforrások csoportosítása, és ezeknek az erőforrásoknak a megfelelő csoportosításával az aktuális politikai, pártpolitikai irányban, amikor azt mondom pártpolitika, akkor természetesen a kommunista párt, de a magyar MDP, MSZP, stb. Utódoknak a pártját illeti, szóval annak az állampártnak a kvázi, hát mondjam, a kiszolgálása, de úgy is mondhatnám, hogy megtámogatása, a politika megvalósítása. És hát, hogy kerültem én oda, és néhányan, az a magyarázata, hogy minden területet átfogott a tervezés, így az oktatás és a kultúra területét is természetesen, hiszen a pénzforrása a tervhivatal kezében volt, ezért aztán kellettek olyan szakértők, akik hát a területen dolgoztak, és akikről azt lehetett gondolni, területüket ezt kritikusan képesek együttműködni ezek a tervezői adminisztrátorokkal. Tehát nem ellenségesek, hanem együttműködők, de megfelelőként kritikusak ahhoz, hogy legyen elég merszük azt mondani, hogy itt azért ezt nem. Ez nagyon szép, és ez volt a tervgazdaság. Egészen az 1980-as évek mondjuk második, harmadik évig, 1982-3, akkor, amikor a Kádár rendszernek a harmadik időszaka beköszöntött, ugye a párt vezetője már gyengén volt, és hát mögötte a Szovjetunió, a megszálló hatalom szintén gyengült, akkortól kezdve azok a nagy felépítmények, nagy intézmények, amely szervezetek, mely a pártközpont is volt, meg a tervhivatal is volt, roskadozni kezdtek. Amit azt jelenti, hogy az emberek elkezdtek többet gondolkodni, mint amennyit a hivatal idő alatt kellett. És megjelentek olyan gondolatok, többet utazni, másfajta irodalmat olvasni, és megjelentek olyan gondolatok, amely gondolatok addig szokatlanok voltak. Ez a gondolat pedig az volt, hogy vonjuk be a társadalmat a tervezésbe. És ez önmagában egy megkökkentő. Nagyon összefoglalva ezt az esemény, volt egy hosszú évtizedekig tartó változás, sorozat volt ez, amelyet ezt neveztek először csak egymás közötti beszélgetésben, aztán szerény publikációban, amelyek egyre szélesebb körben terjedtek, társadalminak. És a társadalmi tervezésen valami olyasmit értettek, hogy azok, akikre a tervek vonatkoznak, vonódjanak be. Amikor a 80-as évek közepén ez a társadalmi tervezés magasra ívelt, akkor ez azt jelentette a kulturális és oktatási szférában, hogy az illetékes megyei párt, de már akkor tanácsi vezetőket is bevonták a tervezésbe, ami azt jelentette, hogy behívták őket, és nem egyszerűen csak közölték velük, hogy mennyi pénz fog jutni erre, vagy arra, mennyire, hanem megvitatták velük.
és a illetékes főosztályvezető hajlamos is volt arra, hogy odafigyeljen az érvekre, és ezek a viták jó hosszú ideig tartottak, egészen addig, ameddig mindenki úgy érezte, hogy most megtette annyit, amennyit a keretek között lehetséges. De már nem akarok erről többet beszélni, annál is inkább, mert elfogy az idő. Csak azt szeretném elmondani, hogy persze mindez a rendszerváltozással, egy csapással elszállt, fölöslegessé vált, mint hogy az a nagy épület is, amit aztán később le is bontottak. És egy harmadikat építettek a helyére. Az volt a Spenót, amit lebontottak, és most ugye egy nagy irodaház. Valaminek az aljában szörnyű, elegáns, önkiszolgáló étterem működik. Mellett agresszív. De fölöslegessé vált, hiszen a tervgazdaság, tervgazdálkodás maga vált fölöslegessé. Sokan az idősebb generációban úgy gondolták, és talán még mindig gondolják, hogy ez elég nagy szoba is volt. Nem egy teljes tervgazdálkodás, de egy vegyes gazdasági irányítás, amelyben az állami szervnek megvan a megfelelő beavatkozási lehetősége, hiszen minden gazdaság egyfajta tervgazdaság, csak az arányok, a mértékek változnak óriási mértékben. Amit én mondani szeretnék az, hogy miközben van a kettőnek egymáshoz, egy társadalmi innovációnak, ami magában viseli a kisebb vagy nagyobb dinamikát, erősebb vagy gyöngébb dinamikát, és ezzel egyfajta forradalmi lendületet, és a tervgazda, a társadalmi tervezésnek, amely a tudatosságot szeretné minden napokban bevinni, hogy biztonságban találja, tartsa a gazdaságot és magát a társadalmat. Biztonságban az azt érti, hogy de kiszámíthatatlanul változó a dolgok. Hát ugye a hasonló, a különbség nyilvánul. Az egyik alulról jön, másik fölül. A társadalmi innovációnak a differencia specifikája az, hogy alul kezdődik. Hát ha nem alul kezdődik, nem beszélünk társadalmi innovációról. Annak, mint a fekvőrendő építésének alul kell kezdődni. Sajnálom, hogy nem tudom elmesélni ezt a sztorit, vagy öt másik hasonló sztorit. A társadalmi tervezés szintén például definíció nem felülmúlt kezdődik, és megy lefele. De mind a kettőben ott van a társadalom. Az emberek, akikre a dolog vonatkozik. Akkor is, hogyha hallgatnak, akkor is, hogyha boldogan veszik, hogy megcsinálják helyettük. És akkor is, hogyha nem tűrhetik tovább, és belépnek, és kezdeményeznek. Tehát ott vannak az emberek, ott van a közösség. És ugye ez a közösségre irányulás, ez a nagy hasonlóság. Néha, amikor optimista pillanatban vannak, akkor azt gondolom, hogy a társadalmi tervezés az, hogy így mondjam, szabályosan el is vezetett a társadalmi innováció. Hogy olyan emberek, akik már érzékelték, hogy ők is közreműködhetnek, egyszerre kitalálták, hogy ők fognak kezdeményezni. Mikor pessimista vagyok, akkor meg azt gondolom, hogy hát igen, a társadalmi tervezés az tükrözte a Kádár rendszert, meg a jugoszláv társadalmi tervezés, a Tito rendszert, és hát a társadalmi innováció, ahogy ma megvalósulnak Magyarországon, azok tükrözik az etapizmus, amiben jelenlegi magyar kormány benne van. Ugye addig nyújtózkodik egy társadalmi innováció, ameddig a kormányt engedi. Ha a kormány támogatja, akkor felível, és ragyogó dolgokat tud csinálni. Ha a kormány nem támogatja, pláne úgy kezeli, hogy ez neki riválisa, amelyet inkább félre kell tenni, vissza kell szorítani a civil szervezetet és civil szerveződést, akkor ez nagyon szomorú esetek vannak. De általában az inkább optimista vagyok, és ezért azt gondolom, hogy hosszú távon a társadalmi innovációk teszik akármennyire is etatista,
kormányzati lépésekkel, különösen a rosszokat, a hibásokat is elviselhetőké, és hosszú távon korrigálják a nem mindig okos és sikeres döntéseket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönséget kérném, hogy köszönöm szépen. A Tamás hivatkozott erre a társadalmi tervezésnek a példájaként az úttesten való köszöbb vagy építésére. Bocs, az innováció példájaként. Innováció, igen, társadalmi innováció. Azt szeretném hozzáfűzni, tehát kiegészítvén az által elmondottakat, hogy egy ilyen végül is aprócska kis innovációnak egy ilyen útakadály építésének, hivatalos építésének nem a megakadályozása, a korregálása volt itt adott esetben a társadalmi az innováció. Tudnék, a lakosság azt nehezményezte, hogy váratlanul igazából igény kiformált, megformált igények alapján fölépült egy olyan út akadály, amit nem jelzett előre, és ott sem útjelző tábla. Nem volt elég széles, tehát nem lehetett kikerülni rendesen. Tehát voltak neki hibái. A környék lakossága összefogott, kis megbeszéléseket szerveztek, amelyek végül eljutottak a újítás finanszírozójához is, tehát elmentek az önkormányzathoz, és kivívták nem a megszüntetését, hanem a korrigálását ennek a akciónak. És úgy vélem, hogy ez a társadalmi tervezés, ez az innovációnak, amit a Tamás úgy szeret, ez egy kifejezetten nagyon pozitív példája, tehát nem a lakosság, a társadalom nem megszüntetni akarta a beruházást, csak javítani, és ez sikerült is neki azzal, hogy megtalálta a megfelelő kapcsolódásokat. Ezt csak most én mondanék. Igen, Tamás, reagálsz valamit? Hát köszönöm, Kati, persze, együtt tapasztaltuk, hogy hogyan is alakul ez, de ez csak egy példa, rengeteg példa van, újra mondom, és kisebb és nagyobb példák, amelyekből az előző években egy sereget összegyűjtöttünk. Sajnos azt kell mondanom, hogy Magyarországon ezek az innovációk elsősorban a kulturális és az infrastrukturális területen merülnek föl, mint például ez az építés. És hogy miért ezen a területen, annak van egy nagyon jó magyarázata. Miért nem olyan plott a társadalmi innováció, mint mondjuk az Egyesült Államok bizonyos államaiban? Hát azért, mert az európai hatalmi struktúrák másképpen épültek föl történetileg, mint az Egyesült Államok, és ezért itt a legtöbb teendő, tennivaló is hatalom az uralkodó és a uralkodó körötti udvar kezében összpontosultak, innen aztán mentek lefele, és az emberek pedig megszokták, hogy megvalósítsák. Ezért nem egy magyarországi jelenség. Múltkorjában, mondjuk 2-3 évvel ezért egyik kolléganőm megtalált egy kiadványt, egy finn kiadványt, amely 100 társadalmi innovációt sorolt föl, írt le másfél oldalnak egy könyv. És hát világosan lehetett látni abban, és hiába próbálkoztak azzal, hogy valami igazán nagyot alulról csináltak, volna nem csináltak alulról. Általában alulról sok mindent csináltak, az emberi életet megkönnyítették azzal, hogy innováltak, hogy sikeresen innováltak, megnyerték hozzá a önkormányzatot, a kormányt, a regionális kormányzatot, de az európai életben
Legfeljebb csak a forradalmak voltak ilyen alulról jövő innovációk, és kérdés, hogy mennyire volt alulról jövők, mondjuk például a protestantizmus, hogy éppen Révai Magdolnak kapcsolódjak, az például egy alulról jövő innováció volt, annak tekinthető, de általában nem az az intenzitás, mint ami az Egyesült Államokban sok vidéki területen érezhető, és sok történet is szól róla. Úgyhogy ez egy európai jelenség, hogy a mi innovációink azok általában kulturális, a közismereti, az iskolai, de az infrastruktúrális település fejlesztési területen jelennek meg. Nagy eseményeknél csak akkor, hogyha valami hirtelen kell csinálni, amire az adminisztráció túlságosan nehézkes, és ugye, mint ahogy a Covid-nál például az oktatás megújítása, ami innováció ott lehetett csinálni, és a civilek megtették, mindaddig, ameddig a kormányzat támogatja őket, vagy nem mondja azt, hogy ne rivalizáljatok velem, ez az én dolgom, ti pedig szépen álljatok szépen. János. Igen, köszönöm, és először is üdvözlök mindenkit. Másodszor pedig, hogy elnézést, azért vagyok csak csöndes társ, mert ezek csupa olyan témák, amikhez nem értek. De most akkor mégis mondok egy-két gondolatot. Az egyik az, hogy kezdem azzal, Tamás, ami a te előadásodban most az optimista rész volt, a legutolsó pár mondat a válaszodban. Én kevésbé látom azt, hogy az oktatás, a kultúra terén szabad innovációnak lenne jelenleg útja. Én azt gondolom, és azt látom, hogy az az etatista igyekezet, amiről beszéltél, az most már ezeken a területeken is nagyon erősen megnyilvánul. Ez az egyik. A másik, hogy a Magdi előadásához azért nem szóltam tényleg hozzá, mert szóval vallási oktatásról olvasok sokat, amit tudok, érdekel, kezembe kerül, de azért nem értek hozzá. De ott is a megszólalásod, a hozzászólásod, Tamás, ami nagyon érdekes volt szerintem. A Magdi előadásánál is, mintha arra vonatkozott volna, hogy mi az egyes emberek és a szabadon szerveződő, autonóm módon inkább így mondom, szerveződő közösségek értékvédelmények, világa, és mennyire szervezeti vagy nem szervezeti az ember, mennyire tudja a szervezet az embert, mint egyént és autonóm közösséget definiálni, vagy mennyire nem. Csöndben hozzáteszem, de nem tudok tovább menni, időnk sincs rá, Tamás, hogy Tolsztoj is eszembe jutott erről, aki hát ezzel ugyancsak sokat foglalkozott. Nem egészen új témákról beszélgetünk, hogy úgy mondjam. Most a másik az, hogy én azt tapasztaltam, és éppen most egy még meg nem jelent fejezetem írom is egy könyvben, hogy néha, amikor ugyanazt vizsgáljuk, valójában kiderül, hogy igazából más az, amiről szó van, mert az egész kontextus teljesen más, mint amiről szó van. Én ezt egy fejezetemben a tehetséggondozással kapcsolatban írom, amikor arról írok, hogy érdekes módon a tehetséggondozásnak bizonyos formái megjelennek teljesen különböző társadalmakban, horribile dictu, inkonkrétó Észak-Koreában is megjelennek, egészen másféle célból, és egészen más kontextusba beágyazva, mint egyébként. Azt gondolom, hogy az, amiről beszéltél, és ami, amennyire én ismerem, Tamás, de egyáltalán nem ismerem, csak ismerek egy szót, tehát nagyjából így vedd a hozzászólásomat, a social engineering, azaz én ismereteim szerint, még egyszer mondom laikusként, azt jelenti, hogy egy társadalmi vezetés föl tudja építeni azokat a struktúrákat, amelyekben egy társadalom megfelelő szabadságban, de mégis olyan csapás irányokban tud menni, ami a közösségnek jó, és amiben az ő saját autonómiájuk
és alkotókészségük, kreativitásuk, innovációjuk meg tud nyilvánulni, és ezáltal mennek a dolgok előre. A Tömpe István Intézet, a tervhivatal, az nem tervhivatal volt, mert az nem mérlegelte, hogy mik azok a szintek, amin a social engineeringnek kell történnie, hanem azt mérlegelte, hogy hogyan lehet az egyénig lehatolóan meghatározni a társadalmi csapásirányokat, meg minden. Én személyesen vagyok annyira, most azt mondom neked, hogy régi vágású, hogy azt gondolom, hogy ami ma Magyarországon aktuális lenne, ahhoz nem ez a féle hozzáállása megfelelő, hanem sokkal több autonómiát és sokkal több lehetőséget kellene adni a társadalomnak, és nem pedig abban bízni, hogy az irányítás mindent megmond és mindent helyesen tud, a dolgok tervezetten és tervezetlenül haladnak, és amikor egy vezetés elkezd abban bízni, hogy mindennek tervezetten kell, és mindennek egy központi dominanciával kell haladnia, az az én értelmezésemben a mai világnak, társadalomnak nem megfelelő. Lehet, hogy 100 éve az volt, vagy 200 éve. Nem lehet modern társadalmakat, nem lehet így építeni. Másik oldal az, és Péter, befejezem, mert látom, hogy te is szólni akarsz, meg nem is értettél egyet többnyire velem, hogy Tamás, emlékezz vissza, amikor az SZDSZ-es, MSZP-s vezetés több szabadságot adott a helyi oktatásügynek. És a tanárok nagyobbik része arról panaszkodott, hogy mondják meg nekik, hogy mit kell csinálni, mert ők nem tudják. Tehát ez egy kontextus, egy helyzet. Két dolog. Az egyik az, hogy azt hiszem, hogy ugye van az a hagyomány, ami lényegében valóban idegen az angolszász amerikai hagyománytól, és ez pedig az Aufklärung. Tehát a felvilágosult abszolutizmusnak a hagyománya. Na most ugye a felvilágosult abszolutizmus hagyománya azaz, ami valamilyen értelemben a tervhivatali hagyományban folytatódik. Na most én azt gondolom, hogy János abban téved, hogy a központi tervezés nem tesz eleget a politikai céloknak, dehogy nem. Hiszen a politikai cél az, hogy korlátlan, önmagában az a cél, hogy korlátlanul koncentrálják a hatalmat, az a cél, hogy leállítsák a társadalmi mobilitást, és az a cél, hogy átideologizálják a társadalmat. Ez a három létező célja van ugye a jelenlegi magyar oktatáspolitikának. Ezt a három célt sokkal jobban el lehet látni központilag tervezettel, mint központi tervezés nélkül. Tehát nem az a kérdés, János, hogy hatékony ez, vagy nem hatékony, hanem hogy tetszik-e neked, meg nekem, vagy nem tetszik. És azt hiszem, hogy ez módszertanilag ilyen értelemben kettő. Na most a másik kérdés, hogy ugye számos rendes tűkés országban erős tervhivatalok működtek történetileg. Nem tudom, tudjátok-e, hogy legelőször hol? Legelőször a Masaryki Csehszlovákiában működött. Ott volt a legelőször egy irányított gazdasággal kapcsolatos tervhivatal, és hát leghosszabb ideig magas a tervhivatal befolyása az Norvégiában volt, ahol csak anekdota szinten mesélem, hogy elvittek engem régi barátunk, talán többen emlékeznek rá, az Arild Cseldvól elvitt engem a norvég tervhivatalba, ahol a tervhivatalban megmutatták nekem, hogy mit tudom én, 90-es években voltunk, hogy 2030-ban
pontosan melyik településen hány iskola lesz, és abban hány diák fog tanulni, és hány tanár lesz benne. És ott próbáltam okvetetlenkedni, hogy addig mindenféle ilyen választások lesznek itten ugye Norvégiában, és ugye az egyik többség az csökkenteni fogja, a másik növelni fogja erre az egészre jutó költségvetést, mert értetlenkedve rám néztek, és hát azt mondták, hogy azt a tervhivatal fogja eldönteni, mondták, hogy az egyes kormányok mit terjeszthetnek elő a saját parlamenti többségüknek, és mi az, amit nem. És ezt teljes, hogy mondjam, komolysággal és öntudattal mondták, ahol ugye az embernek eszébe jut a, ugye az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című klasszikus mű. Nagyon szépen köszönöm. Na most mielőtt Tamásnak zárszóra visszaadnám a szót, akkor itt nem még egy dologról kell megemlékeznem, és pedig ez az, hogy ugye Tamás a oktatás-szociológiai szakosztálynak a alapító elnöke. És itten lesz nem sokára egy ilyen kerek évforduló, és szerintem addig az oktatás-szociológiai szakosztály nem fog összegyűlni már ennyire sem, mint amennyire most össze vagyunk gyűlve. Úgyhogy én most nagyon szeretném megköszönni Tamásnak, amit itten a elmúlt, nem 85 évben, aztán túl sok, de elmúlt évtizedekben mondjuk művelt a magyar oktatás kutatásért, és hát mint konferencia szervező és bonyolító, én külön szeretném azt megköszönni, hogy Tamásnak a hozzászólásaira a legkülönbözőbb élethelyzetekben számítani lehetett, ami ugye azért nagyon nagy szó, mert olyan tudós elég sok van, aki a saját témájában, vagy a saját előadásaiban többé-kevésbé értelmes dolgokat mond, de sokkal kevesebb olyan van, aki azzal támogat egy tudományos közönséget, vagy közösséget, hogy hajlandó együtt hogy mondjam, gondolkozni az előadókkal, és ezen a módon segíteni. Hát most már nem tudom megnevezni, szóval vagy 4 vagy 5 egymást követő oktatáskutató intézetnek a munkáját, úgyhogy Tamás. És most Tamásnak visszaadom a szót. Most egy kicsit, köszönöm, most egy kicsit a dolgok fontosságának a reálisabb szintjére visszatérve, ezt a felvilágosodás és felvilágosult abszolutizmus, ezt már többször hallottam tőled, és rendben is van, de általában a felvilágosodás részét hangsúlyozod. Én most, amikor azt mondtam, hogy társadalmi tervezés versus társadalmi innovációt, akkor inkább az abszolutizmus részre gondoljuk. Hát az, hogy az európai ország, főleg a közep-európán, amelyik a mezőgazdaságon ugye nőtt fel, és a mezőgazdaság volt hosszú ideig a legfontosabb gazdasági tevékenység, szóval, hogy az abszolutista irányítás alatt volt, az két dolgot, egy dolgot jelent, és ez azt jelenti, hogy ugye a hatalomban és hogy a föld, az agrárium volt az úr kezében, minden szinten egyébként, és egy dolgot meg nem jelentett, azt, hogy ezt felszámolta volna a kis autonómiákat. Kis autonómiákat, majd az iparosodás kezdi felszámolni, mint tudjuk. Ja, és ezért nem véletlen az, hogy ezek a kifejezések, főleg ez az innováció, meg a közösség, meg a közösségi gazdálkodás, meg ezek, azok nem innen jönnek Európából, ha csak nem a szocialistától, akik ugye ki voltak rekesztve benne, hogy nagyon rövidre fogjam a pártörténetet, hanem az amerikaiak, akik egyszerűen
egy új kontinest leptek el, és népesítettek bele maguk módján. Hogy tehát az, hogy itt nálunk a társadalmi innováció gyengítske, és időnként, mint az izlandi vulkánok tör ki, az, hogy így mondjam, egy európai jelenség, jó, persze, van különbség, természetesen sok szempontból, de hogy ez érdem, mennyire érdemes önöveszteni, mennyire érdemes számítani rá, azt az mutatja, hogy újabban kormányzatok is szerveznek civil szervezeteket, hiszen a civil szervezetekkel olyasmit lehet elmondani, csinálni, előadni, bemutatni, képviseltetni, amelyeket, amit a kormányzatok nem akarnak, nem tudnak, úgyhogy tudatosan nem vállalnak föl. Így aztán a civilek és a kormányzatok együttműködésre vannak ítélve, különösen azok a civil szervezetek, amelyeket a kormányzatok alapítottak, természetesen, de azért az arculatok mégiscsak más, és együtt el tudnak érni valamit. Ez itt Európára élmény is. Az Egyesült Államok azért más világ, nem mondom, másképpen alakultak a civil szervezetek, és más a fontosságuk is. De ezt érdemes szem előtt tartani, ám már, amikor az ember kezdeményez valamit kitalálni, és tényleg csinálni is akarom, akkor azt kell csinálni, és nem filozofálni rajta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor a következő előadó